Sziasztok! Szakák bemutató, 7. rész, sziluett lövészet. Palkó Gábor. Tiszteltek, köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát egy érdekes dolog történt. Elkezdtem kutakodni, hogy ki lehet Magyarországon a sziluett lövészetben a szakák vezető. Gondoltam, megkeresem, és megkérdezem, hogy nincs-e kedve kamerá elé állni. Majd az egyik barátom azt mondta, hogy de a Palkó Gabi az, de na, remek, jó van. Az gyakorlatilag mennyire vagyunk egymástól légvonalba? 5 kilométer? Körülbelül. Nem mondta, persze, én meg nem kérdeztem, úgyhogy, de akkor most már tudom, hogy akkor ezt a szakágat te viszed. Akkor a szabvány kérdés, honnan eredetezhető ez a szakág, és hogy került Magyarországra? Magyarországra úgy került, hogy valamikor a 2000-es évek elején, 2000-2001 környékén, amikor az MDLS is megalakult, akkor Ausztriába jártunk át egy baráti klubhoz, és ott láttuk meg, hogy ilyen fém állatkákra lövöldöznek kis puskával, amit mi még nem is ismertünk előtte. Nagyon megtetszett nekünk, és egy ilyen kis baráti közösség így elkezdett így lövöldözgetni. Hozzá kell tennem, hogy a távolság, amire lövöldözünk a nemzetközi versenyeken, ugye a 100 méter kis kaliberű puskával, pisztollyal, nagy kaliberű pisztolya a 200 méter, és nagy kaliberű puskával pedig a 500 méteres a legnagyobb távolságunk, ugye ez mind állva szabad kézből. Miután nálunk nagyon-nagyon minimális volt a 100 méteres lőtereknek a száma, ezért eléggé be voltunk szűkítve. Hajdúadházán lőttünk, Debrecen mellett, akkor Csepelen volt egy 100 méteres lőtér, és igazából a csepeli lőtér volt ennek a sziluett alapnak a bázisa 2000-es évek elején. Aztán egyre több külföldi versenyre ki tudtunk menni az akkori fiatalabb korosztályból is, meg egy pár idősebb is. Franciaországban voltak, Ausztriában voltak, és beléptünk a Nemzetközi Szövetségbe. Az MDLS belépett a Nemzetközi IMSU Szövetségbe, és 2003-ban pedig rögtön, éppen a belépésünk után bekértek minket, hogy rendezzünk egy Európa-bajnokságot. Ez 2003 nyarán történt, Debrecenben. Nagyon-nagyon jó sikerült, nagyon nehéz volt, szinte semmit nem tudtunk az egészről, de a külföldi kollégák nagyon sokat segítettek célanyagba, bíráskodni, mindent kitanultunk akkor a 2 hét alatt. Sajnos utána egy nagy probléma történt, a csepeli lőteret bezárták. Tehát az alapító. Az alapító, helyet. A bázisunkat, ahova mentünk, országosban is tudtunk rendezni, mindent bezárták. Magán kézbe került, majd eladták, és ez lett a sorsa. Egy üzletközpont épült rá. Ez egy kicsit megpecsételte akkor a sorsunkat. Hosszú-hosszú éveken keresztül szinte csak Debrecen maradt, ahova le tudtunk járni, de nehéz volt azért az országnak a másik feléből eljárkálni Debrecenbe. Ugye egy kicsit úgy meg is csömörlött ott, egy kicsit megakadt ez a sziluettlövészet. Majd a 2010-es években a természetesen nemzetközi kapcsolatokat tartottuk, a nemzetközi tagságit azt megtartotta a szövetség, és 2010 környékén kezdődött újból egy kis élet, avval, hogy leredukáltuk a távolságokat. Miután rájöttünk arra, hogy szinte 50 méteres lőtér mindenhol van, és egyre többen akarták és szerették volna lövöldözni ezt a sziluett lövészetet, ezért 50 méteres pályára alakítottuk át. A célanyag, a célok maradtak, a célok méretei maradtak, ugyanezek a nemzetközi célméretek, viszont az 50 méteres lőtére kialakítottuk a sziluett lövészetet, és 2011-től már elég komolyan nekiálltunk, és ez a úgynevezett rövidpályás sziluett lövészetet itt az 50 méteres pályákon elkezdtük lőni. 2013-14 körül már tudtunk több száz méteres lőtér is épült időközben Magyarországon. Elkezdtünk gyakorolni a nagyobb távolságokra, és 14-től elkezdve összefogtam egy kis brigádot, és 14-es csehországi világbajnokságon már ott volt a magyar csapat. Voltak szép eredmények, igazán kezdőként mentünk a sok-sok év kihagyása után, de utána pedig 17, 18, 19 végig nyomtuk ezeket a nemzetközi úgy Európa, mint világbajnokságot. Hál' Istennek nagyon-nagyon szép eredményekkel, nagyon sok jó eredmény született, és idén, ugye a Covid miatt sajnos elmaradt 2020-ba az világbajnokság Svédországba, és 20 év után, 2003 után, 2000,
23-ban jövőre mi rendezzük az Európa-bajnokságot Jászberénybe. Ez is a Covid miatt ugye csúszott 2 évet, úgyhogy nagyon remélem, hogy jövőre minden flott lesz. Az idei világbajnokságon kim voltak a fiúk, nagy óriási eredmények értek el. Nagyon pici csapat tudott csak kimenni, 4 fős csapatot tudtunk kiküldeni Magyarországról, de közel 10-valahány helyezést hoztak el. Világbajnoki címtől a bronz, arany, minden szakágba, pisztolyba, légfegyverbe, kispuskába, mindenbe sikerült a 4 fiatalnak ott lenni a toppon. Hát akkor úgy néz ki, hogy akkor annyira nem öreg ez a szakág Magyarországon, viszont egész jól belenőttetek a feladatba, és akkor helytáltatok szinte minden megméretetésen. Igen, igyekszünk minél többet, minél jobban népszerűsíteni Magyarországon. Erre is van egy program az MDLS-nél, célanyagokat vágattunk ki pályázati pénzből, és ezt ugye felajánlottuk azoknak a kluboknak, kisebb lőtereknek, akiknek még nincsen ilyen célanyagja, az ki lehet osztva, és akkor ott is vannak. Balaton partja, Balaton környékén vannak, most van új lőtér, ahol egyre többször szoktunk elmenni versenyezni. A létszám nő, hál' Istennek, az országos bajnokság augusztus utolsó hétvégén volt, és nagyon-nagyon közel 60 ember vett részt, ami elég komoly szám most már nekünk a szakágunkban, és mellette elindítottunk egy programot a utánpótlásra, ez egy légfegyveres program, ott 12 éves kortól próbáljuk a fiatalokat becsempészni a sziluettlövészetbe. Oké, akkor a következő kérdés, mivel lőjük ezt a szakágat, mert látok itt kiskaliberű puskát, és ez, ahogy nézem, ugye ez egy légfegyver, de elég futurisztikusan néz ki. Ez valóban légfegyver egyébként? Igen, ez egy Hemerli AR-20-as légfegyver. Azt így meg is mutatjuk, hogy tehát le se látni, hogy hát, ennek minden kinézete van, csak nem légfegyver kinézete van. Hát nem egy Szlávia. Igen, tehát ez nem az a típus, amit ezelőtt 30 évvel a busz alján csempésztek be. Az alap a légfegyver, ugye a légpuska és a légpisztoly, ugye erről kezdődik a nemzetközi, ugye, mint leggyengébb láncszem. A különböző légpuskák, ugye Magyarországon 16 zsúlig, 7,5 zsúl fölött ugye te engedélyköteles a légfegyver. Ez mennyi egyébként? Ez egy gyermekeknek is való, de azért a felnőttek is nagyon sokan használják, ez egy 7,5 zsúlos gyári szabványos légfegyver. Az erősebb légfegyverek ugye engedélykötelesek, 16 zsulik. Ez sok országban nem így van, sok országban ugye nincsen korlátozás, vagy maximum 16,5 zsul, de bárki vásárolja és tarthatja, nem kell hozzá fegyvertartási engedély. Nálunk még egyelőre nem így van, nem probléma, mert aki a törvényi előírásoknak megfelel, az meg tudja vásárolni, minősítést meg tudja lőni, tarthat erősebb légpuskát, mint a 7 és feles. Ugye akkor ez egy 22-es puska, hogy jól látom? Ez pedig egy jó öreg CZ, ez az én verseny puskám. Ez a sok matrica mi rajta egyébként? Ezek a különböző nemzetközi versenyeken, amikor fegyver átvétel van, megvannak azok a paraméterek, aminek a fegyvernek meg kell felelni, szigorú vizsgálatok alapján, és akkor utána pedig rá van rakva a matrica, hogy ez a fegyver be van vizsgálva, ebben indulhatok el a versenyen. Ha nincs rajta a matrica, amikor beállok a lőállásba, akkor a bíró eltessék el onnan. Akkor ezt elég szigorúan veszik egyébként, ahogy ezt nézem. Szigorúan veszik a puskáknál is, a kiskaliberi puskának 2 kategória van, van a könnyű puska és az úgynevezett sziluett puska. A kettő között az a különbség, hogy a könnyű puska, mint például ez a fegyver, ez tápcsővel, tárral együtt nem haladhatja meg a 3850 grammot. Egy dekával se. Aha. Az elsütése pedig 2 font, magyarul 907 gram, az alá nem mehet. Uh-huh. Egy 100 méterre szabad kézből lőni 1 kilós elsütése azért az nem egy olyan egyszerű dolog, de azért meg lehet tanulni. A sziluett puska az egy nehezebb kategóriai puska, az 4600 gram lehet tápcsővel együtt, és ott nincsen például sütés erő. Ott az a lényeg, hogy biztonságos legyen, még akár 20 gramm is lehet, mindegy, csak biztonságosan. Akkor lehet tuningolni. Azt lehet tuningolni, a 4600 gramm. Igen. A légfegyvereknél van ilyen megkülönböztetés egyébként? Tehát ugye a 16 zsúl lesz jelentőség van. Egyébként, hogy ennyivel erősebb valamelyik? Igen, ott is van jelentőség eléggé. Igazából a szél, meg ez egy tereplőtéren zajlik, nem egy zárt helyen. A 7 és felesekkel is el lehet indulni a nemzetközi számba.
de sokkal nagyobb esélyed van egy erősebb fegyverre, aminek a lövedéknek a röppája egy kicsit egyenesebb, mint ez a szegényke, akinek már megfújja a szél 30 méternél. Ugye el kell mondanom, hogy ami egy eléggé csücskös dolog, a légpuskával, ugye ahogy látjátok, itt a legkisebb célok, egész picurka. Ez olyan vicces méret, tehát azért erre tényleg föl kell kötni a gatyát. Ez 18 méterre van kirakva. A disznó, ami utána van, az 27 méter. Mondjuk esetó nagy. Nem. A pulyka 33, és a kos, ez a picike kos, az pedig 41 méterre van kirakva. A légpuskával 41 méterre eltalálni azért az... Álva szabad kézből. Álva szabad kézből, nem egy egyszerű dolog. Ott azért már a szél is tudja befolyásolni. Igen. Nagyobb kaliberű puskáknál az hogy alakul? A céltávolság a kis kaliberű puskáknál pedig úgy van, hogy a 40 méteren van a csibe, de az a csibe az már ekkora, ugye méretében már nagyobb. 60 méteren van a malacka. Tehát ő lesz az 60-on. Igen. 77 méteren van a pulyka, ami egy rettenetes dolog, mert a 77 méter az egy olyan távolság, ami a 22-es röppájának a legesleg kacifántosabb dolga, mert ott még nem elég stabil, százra már kiegyenesedik ugye a röppája, de... Akkor kell vele trükközni. Hát a pulykával van a legtöbb kilódás, és 100 méteren van kint a kos. Nagyobb kalibereknél? A nagyobb kalibereknél ugye a nagy kaliberű a puskáról van szó, a nagy kaliberű puskánál ott a célanyag az nem férne be, ugye miután mondtam, hogy 500 méterre lövünk. Tehát akkor gyakorlatilag, ahogy nekem, hogyha próbáltad mutatni, hogy mekkora, akkor az majdnem mint egy eredeti. Igen, fővonalakban ugye, az egy ilyen, tényleg egy bari, úgy néz ki, mint egy bari bárány, az 500 méteren van kint. Azért az elég nagy távolság. Nem, nagyon kevés hely van Európában, a Finnországban, Svédországban, Csehországban, ahol lehet lőni 500 métert, és a többi országokban nincsen engedélyezve az, hogy a katonai lőterekre bemenjenek a civilek sportlövők, ezért a Nemzetközi Szövetség az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is engedélyezi azt, hogy 200 méterre lőjük a nagykaliberűt, viszont fele akkor a célokra. Hát nyilván, de akkor valamit valamiért. Igen, ott kisebbek. De 200 méterre a kos, ez például az a pisztolyosoknak a kosa, azért az se olyan nagy. Tehát 200 méterre pisztolya. A pisztolyosoknál több kategória van. Ugye ott is vannak a sima alapgyári felszerelési pisztolyok, ott is két állva lőnek szabadkézből, és van egy ilyen speciális fekvő testhelyzet, amivel lövöldöznek, jó messzire. Ugye ott úgy van, hogy 50, 100, 150 és 200 méter ugye az állatoknak a távolsága. 200 méteren van a kos, és a pisztolyoknál ugye vannak a külön van kategóriázálva a forgótáras, ugye a revolver rendszerű pisztolyok, külön vannak azok a field pisztolyok, amik rendesen nagy kaliberű, mint egy 762-39-es, de forgótolózáras egylövetűre vannak átlagod. Ezek kimondottan speciális field target pisztolyok, böszme kaliberekkel. Hát nyilván az, hogy ilyen távolságokra el lehessen lőni, ahhoz azért kell egy combos energia. Gondolom akkor itt a kategóriák is úgy alakulnak, hogy ezért elég rendesen szét szokták szedegetni őket, tehát hogy az esélyegyenlőséget azért megtartsuk. Igen, de magán a fegyverszámokon belül is ugye le vannak osztva a lövők. Vannak az első világversenyén van kint. Ő a úgynevezett B kategóriába indul. És utána van az A kategória, ami után már elér egy bizonyos szintet, ugye egy minősítési szintet, a följebb kerül az A kategóriába, majd ha a következő világversenyen, vagy esetleg itthon egy országos bajnokságon megint meglövi a magasabb szintet, akkor főkerül a mester és a nemzetközi porondra. Tehát akkor azt mondom, hogy elég jól le van ez szervezve, illetve kategorizálva. Ugye a többi szakágnál is ugye megfigyelhető volt, hogy igyekeztek az esélyegyenlőséget biztosítani mindenkinek, akkor úgy nézem, hogy itt ebben a szakágban is azért eléggé szét vannak szedegetve a távolságokra, illetve a fegyvertípusokra. Optika, az mennyire befolyásol? Van optikás, nem optikás kategória, vagy inkább mindenki az optikával? Vannak ugyanúgy a puskánál és a kiskaliberi puskánál van az optikai és van a fémirányzék.
ugye sima nyílt irányzék, akkor ugyanúgy a pisztolyosoknál is vannak olyan speciális pisztolyok, amikre már ugye igazából nem is távcsövet raknak föl, hanem diopter van rajta, de vannak a gyári pisztolyok, ugye azok rendes sima nyílt irányzéka lehet csak lőni. Ott nem lehet tuningolni, ahogy a boltban meg tudod venni, ahhoz nem szabad hozzányúlni. Oké. Következő kérdés, mire lövünk? Ugye itt az előbb egy picit már belementünk a célanyagokba, de érdekes a színe, ez mindig ez a szín? Ez egy szabványszín egyébként? A színnel kapcsolatosan ugye elsősorban befolyásolja a háttér, a lőtérnek a háttere. Vannak olyan pályák, ahol nagyon finom ilyen szürke vagy fehér színű homok van a háttér, és ott például fekete célok szoktak lenni. Ha mellé lősz, akkor a homokba látod, hogy a spotter, aki mindig ott van mögötted és segít spektíve, ő látja, hogy hova lősz mellé. Mi a narancssárgát szoktuk használni, nálunk nincsen homokdom mögötte, és a zöld fűből ez elég jó kivehető ez a szín. Uh-huh. Tehát akkor ez nagyjából azért ilyen színű, hogy az a lényeg, segítse a lövőt. Az a lényeg, hogy a versenykiírásban, hogy mi például jövőre is a nemzetközi versenyeknél, ott előre le van írva, hogy milyen színű lesz. Mindenki úgy készül, hogy már tudja, hogy milyen színű lesz a cél háttér. Jó, hát akkor nagyjából ezt így be is lőttük. Nézegetem egyébként, hogy ugye méret, hogy is mondtad, hogy négy célcsoport kategória van a... Csirke, disznó, pulyka és a kos. Tehát ezek a szabványok. Tehát most így gyakorlatilag mindegyiket itt látjuk, igen, csak a méretek fognak változni méretek majd a távolság függvényében. A vastagsága, erre van valami szabvány? Természetesen meg van határozva az anyagvastagság, a talp méret mindegyiknek megvan, nem lehet kisebb, nem lehet nagyobb, ezek szabványban le vannak írva. És nagyon fontos még ugye, hogy a nagykaliberi pisztolynál, nagykaliberi puskánál ott pedig 500-as haladox anyagot használunk, magyarul páncéllemezt, mert ott már olyan erős, olyan energiával lőnek, például a 357-es magnummal is, meg 44-es magnummal is lövik, és 50 méteren van az első cél, az egy sima lemez, az nem bírna ki egy versenyt. Ott már ezek még az úgynevezett sima kasbó vannak, légfegyverre és kiskaliberi fegyverekre, nagyon jó bírják, sok-sok ezer lövést kibírnak, de amik már nagy kaliber, ott már keményebb, 10 mm-es anyagvastagság van, és ott figyelni kell arra, hogy az anyag minősége is szabvány legyen. Jó, akkor gyakorlatilag kijelentetjük, hogy a célanyag fajta nem sok van, csak méretben változnak a távolság függvényében. Távolság és a fegyvernemek ugye a divíziók függvényében. Amit ott látsz a kost, ez a légfegyveres kos, ez a, hivatalosan ez 1:10 méretarány, úgyhogy az 1:1 méretarány az az 500 méteres nagykaliberű puska. Az a szabvány 1:1, és ahhoz képest ez a 10 része ugye, az 1:10-hez van kicsinyítve. Jó, hát igazából teljesen jól leszabályozták akkor ezt is. Mindent muszáj volt leszabályozni, mert voltak olyan problémák, hogy annak idején nálunk is, hogy elkezdtük még ugye, ahogy meséltem a 2000-es évek elején, és kint Ausztriába körberajzoltuk a célokat, majd hazajöttünk, kivágtuk kartonpapírból, elvittük, és akkor kivágtuk lánggal, és mindenhol nőtt egy 5-6 mm, ahogy a fűztollal átrajzoltuk, és a végén rájöttünk arra, hogy nekünk sokkal nagyobb céljaink vannak, mint kint. Igen, az a verseny, ez kellemetlen tud lenni. Akkor, ha mondjuk azt mondjuk, hogy én most 0 kilométeres versenyző lennék, és azt mondom, hogy most megfogott ez a szakág, akkor milyen engedélyeket kéne beszereznem? Hát elsősorban, mint minden, ha tűzfegyverről beszélünk, akkor minden ugyanaz az engedély kötelesség, ami az összes többi szakágban van. A légfegyver a kivétel, ugye ez a légfegyver, ahogy mondtam, hogy ez 7,5 zsúl alatt van, 18 éven felüli magyar állampolgár tudja vásárolni, tokba viheti balról jobbra, kioszthatja a lőtére is, ehhez nem kell engedély. A lőtéren tud vele gyakorolni, és mint mindennek az alapja, mindig a legolcsóbbak kell a legtöbbet gyakorolni, és utána lehet pénzt költeni, ha már az embernek nagyon megy. Amúgy úgy, ahogy te is mondod, mindenki úgy jön le a lőtérre, hogy szeretné megismerni, és látta, és szeretné kipróbálni. A nagyobb fegyvereknél, mint például a 16 zsúlyos fegyver, már légfegyver, ott már ugye engedélyköteles, ugyanúgy a klubtagság, minősítési szint, sportorvos, fegyverismereti vizsga, rendőrségi engedély, ugye a fegyvertartási engedély, ezek mind kötelezek, és akkor lehet venni, akkor lehet igényelni. Tartási hely kialakítás? Persze, és akkor lehet 16 zsúlyos légfegyvert vásárolni. A 16 zsúlyos légfegyvernél olyan problémák vannak még, ugye vannak olyan
lövészhelyek, olyan versenyterületek, ahol légfegyverre lehet lőni, viszont 16 zsulla nem, mert ugye az már engedélyköteles. Ezek az úgynevezett kitelepült lőterek, például ahol ilyen családi rapok vannak, családi rendezvények, és egy biztonságos háttér ki van alakítva, hogy nem tud senki oda menni, ott 7,5-es légpuskával, oda a gyerekekkel lehet megtanítani ezeket a dolgokat, kipróbáltatni. Uh-huh. De oda például... Oda nem tudjuk kivenni a 16 zsúlost, igen. Nem lehet kivinni. 16 zsúlos, az csak lőtér. Uh-huh. Az otthon se, sehol se, csak lőtér. Az csak lőtér. Oké. Akkor ezek szerint akkor a nagy kaliberű fegyvereknél pedig akkor ugyanaz, amit említesz, mint bármelyik másik szakákban, pontosan ugyanaz a metódus és az eljárás. Itt egy kicsit annyiba változik a dolog, hogy ugye a kiskaliberű puska az nagyon nagy számba vadászati célra van beírva, mert ugye engedélyezik a sportvadászoknak is, hogy tartsanak forgó tolózáras kiskaliberű puskát, és ugye a magyar törvények szerint a vadász is kijöhet a sportlőtérre és gyakorolhat a vadász fegyverével, ezért nem tiltja azt, hogy egy vadász fegyvernek beírt kiskaliberű puskával elinduljon egy sziluett verseny. Igen, egyébként ezt pont akartam kérdezni, mert ugye a többi műfajban is gyakorlatilag ezzel szembesültünk, hogy főleg ahol puskával dolgoznak, hogy a vadászatra bejegyzett fegyver gyakorlatilag az játszhat egy versenyfeladatban, de a versenyfegyver nem játszhat a vadászati felhasználásban. Ez teljesen így van, és azért is nagyon örülök, mert nagyon sokan látogatják a tatabányai lőteret is, a vadász ismerősök, cimborák hozzák a gyermekeiket is, a saját kis puskájukkal, és gyakorolnak. A vadásznak is fontos az, hogy állva, szabadkézből igenis tanuljon meg lőni, gyakoroljon a kis lengő célokra, amik a lőtéren vannak, és élmény ez a fiataloknak is, hogyha eljön apuval, és egy babzsákra főtámaszva eltalálja a kis állatkákat. Oké, akkor megint csak 0 kilométeres felhasználóként azt mondom, hogy szeretnék egy alap légpuskát. Mennyiből tudnám én ezt megvenni? Hát ugye, ahogy említettük már, ugye ezek már nem egy Slavia típusú légpuskák. Ez például az, ez egy PCP rendszerű fegyver. Nem ez egy kétpálcás puska. Tehát amivel egy hurkapálcát el tudok már találni. Hát 60-80 ezer forint körül már lehet venni egy légpuskát. De amivel versenyezni kell, és el akarsz érni eredményt, azok megközelítik már a 150-180 ezer forintot, amivel még nem vagy előrébb, mert az még csak egy légpuska. De ha nem látsz, ha nem látod a célokat, na akkor van a probléma. Jó, tehát néha előfordulnak azok a dolgok, amikor a tápcső drágább, mint a légfegyver. Hát ugye Derőceni Tibi is ugye a hosszú táv lövésben említette, hogy az optika az még egy puska ára, akkor ezek szerint itt is? Igen. Jó, tehát akkor az ugye 300? Határ pedig a csillagos ég. Jó, tehát akkor ahhoz, hogy labdába rúgjak egy tápcsőes normális fegyverrel, ahhoz egy nagyjából 300 környéke. Igen, ami nagyon érdekes, mert körülbelül a 0-22-es is ugyanebből az árfekvésbe megáll. Árba nincsen különbség egy légfuska és egy kis puska között. Remek. Meg jó, hogy lehet kapni. Oké, akkor... Vannak sportársaink, akiknek 2000 eurós légpuska van. Az igen, az derék. Az én Slavia 630-asomat a páncélba, az most egy kicsit elszégyelte magát. Oké, akkor nagy kaliberű puskáknál mi az az alsó árkategória, amire azt mondod, hogy azzal már egy nemzetközi versenyen is, ha valaki ügyes, akkor tudna operálni? Ugye ezt ketté kell bontanunk, ahogy meséltem neked a 200 méteres lövészet, meg az 500 méteres lövészet. Mondjuk, hogy most semmi nem számít, 500-ra lövünk, de azért a pénz számít, tehát azért egy legolcsóbb 500-as puskát, ami oda jó. Aki 500 méterre lő, az mind tölti magának a lőszert. Itt már megdrágultak a dolgok, mert ugye ahhoz komoly berendezés kell, komoly vizsgák kellenek és töltőfelszerelések. Oké, a puska árát mond. A puska, ugye a legalsó kategória, a legalsó kaliber, amit lehet használni, ez a 243-as Winchester, innen főfelé minden kalibert lehet használni. Uh-huh. Ezek általában olyan 400 ezer forinttól kezdődnek ezek a legkisebb kaliberűek. És az optika az ugyanúgy. Hát az optika, igen. Hát az 500 méterre el kell látni. Így van. Akkor már félbe merem megkérdezni a Debreceni TV után, hogy mondjuk akkor 500-ra egy olyan puska, amire azt mondjuk, hogy semmi nem számít, de nekem a legjobban, árkategóriába, jó optikával? Hát optikával együtt szerintem a 5000 euró körül. 5000 euró? Az úgy jó. Igen. Tehát azt gondolom, hogy akkor ez a műfaj sem a legfeltétlenül a legolcsóbb kategóriába fog tartozni.
Ha már ilyen szinten műveli valaki, de nyilván ugye, tehát az azért szem előtt kell tartani, valahol el kell kezdeni, és én magam és azt kezdtem annó a pisztolyoknál, hogy ilyen belépő kategóriás pisztolyt vettem, és amikor kezdtem kicsit jobban lőni, akkor váltottam, gondolom, akkor ennél is szétszerű ezt megoldani. De természetesen ugye mindig el kell kezdeni valami alapot, ugye a pénztárca függő, de idővel mindig mindenki cserél. Mindig fejleszt előrébb, rájön, hogy mégse ez a puska fekszik nekem jól, egy másikat vesz, a súlyával játszik, az optikát lecseréli. Szóval az alapokat, hogyha megvannak véve, utána már könnyebb egy kicsit csereberélni. Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy a nulláról fölépíteni egy komoly eszközt, az hirtelen elég nagy befektetés lenne, de hogyha igen, tényleg, ahogy mondod, egy picit mindig úgy kicsit csinosítgatja az illető, akkor talán egy fokkal kezelhetőbb a történet. Jó, hát vannak olyanok is, mint én, aki már beleszerelmesedett közel 20 éve ebbe a fegyverbe, és azóta csak kínozza, de... Tehát ők meg azok a fegyverek, akik életük végéig fognak dolgozni. Egyébként igen, amikor megláttam ugye ezt a puskát, és azt mondtad, hogy ez egy versenypuskát, hát nem feltétlenül erre számítottam. Tehát kicsit messzebbről nézem, olyan, mint egy légfegyver. Tehát igazából ez egy teljesen jó példa arra, hogy nem feltétlenül kell milliókat rákölteni egy ilyenre. Inkább költsük lőszerre, és akkor tanuljunk meg lőni, és akkor tudunk lőni egy viszonylag olcsó kategóriás fegyverrel. Oké. Okay. Ennél már csak sajnos a pisztolyabbot, mert a pisztoly az egy külön műfaj. Igen, ott az alsó kategória, nyilván a standard fegyver az a 2-300 ezer forint környéke. Igen, igen. És amit említettél, ez a forgótorlózáros pisztoly. Hát azok is 2000 euró fölött vannak, de erősen. És ugye azok is egyedi töltési lőszerek, is, ugyanúgy, mint a nagy puskánál, ott már nagyon speckó. Vannak olyanok, amiket kimondottan a kalibert fejlesztették ki, és ahhoz gyártották meg a pisztolyt. Egyedi készítésű. Tehát tudták, hogy milyen távolságot akarnak belőni, arra ráraktak egy energiát, és akkor ahhoz igazították a fegyvert. Azért ez is eléggé speciális szakág, legalábbis nekem így első nekifutásra. De érdekes lehet, úgyhogy valószínűleg én főleg, hogy most már tudom, hogy te vagy ennek a főnöke, akkor valószínűleg én ezt ki fogom próbálni már csak a hobbi kedvéért is. Pisztolya vagy puskával? Is. Jó, várlak szeretettel. Oké, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és vállaltad, köszönöm, hogy bemutatod ezt a szakágat. Azt kell mondjam, hogy így nekem ez úgy tetszik. Én szerintem megjelenek ott nálad hamarosan, és akkor adunk a csirkéknek. Így van. Végül is abba szerelmesedett bele mindenki, hogy annak idején gyerekkorunkban lőlapra lövődöztünk, azt egy kicsit unalmas lett mindig ugyanarra a lőlapra lőni. Ez meg látványos. Leesik, jön a következő, megint meg kell lőni, megint leesik. Van egy feelingje. Van. Oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy én itt voltál. Köszönöm.